Az elmúlt években jelentős fejlesztések történtek Nyíregyházán, a Jós András Oktatókórház életében. 2007 és 2013 között közel 30 projekt zárult, összesen 26 milliárd forintból. Ezek közül az egyik legnagyobb, a 27 ezer négyzetméteren 15,5 milliárd forintból megépített több kórház volt. Csak a felirat maradt a légi, és újból kellett mindent megtanulni, tehát akkora volt a különbség a kettő között, úgyhogy ezek voltak a legnagyobb mérföldkövek. De én azt hiszem még egyet emelnék ki. Az, hogy 25 évvel azelőtt is kezeltek daganatos betegeket, de nem rendszerbe. Mindenki kezelgette a sajátjait. Tehát ha megkérdezik, hogy mire vagyok a legbüszkébb, az, hogy az onkológiával szakmát csináltam. A kórház fejlesztései az onkoradiológiai osztályt is jelentős mértékben érintették. A Pólus program keretében ugye hangsúlyos elem volt az onkológiai fejlesztés. Nagyon nagyot lépett előre az onkoradiológiai osztály, mind az építkezés tekintve megszűnt a helyszüke, mind az eszközellátás tekintve, legmodernebb eszközökkel. Ma már szinte bármilyen onkológiai kezelés legmagasabb színvonalon tudnak itt ellátni, és hát ez az osztály országosan is a legjobbak közé tartozik, egy akkreditált osztály. Egy uniós támogatást kiegészítő hazai finanszírozású bruttó 359 millió forint összegű többletforrásból újabb emeri készülékkel gazdagodott 2018-ban a kórház. Most nem régen adtuk üzembe a második emelkészülékünket, szintén egy onkológiai pályázat keretén belül, tehát most már ez fog üzemelni, illetve más egyéb infrastruktúrális fejlesztéseket is tervezünk, illetve folyamatban véve, ugye a STK épületének a földszintjének a rendbehozatala, illetve hát ugye láthatóvá vált már a tömbkórház projekthez kapcsolódó parkolóház, azt is rövidesen át fogjuk adni. Az elmúlt közel 3 évtized alatt több mint 30 ezer beteget kezeltek az osztályon, az esetszám pedig már több milliósra tehető. Évente közel 1500 új beteget látnak el. Az adatok alapján a jövőben is növekedni fog a rákos megbetegedések száma, ezért fontos, hogy az onkológiai tömbben a legkorszerűbb körülmények között a legmagasabb szakmai szinten lássák el a daganatos betegeket.